Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, egy érdekes feladatot fogunk ellátni. Méghozzá egy szöveget fel fogunk olvastatni, és azt rögzítjük. Azaz megpróbálunk valami hangos könyvszerűséget felolvastatni a géppel, és utána azt meghallgatni. Miért van erre szükség? Nagyon sok ember nem lát rendesen, nem tud rendesen olvasni. Tehát vannak olyan élethelyzetek, amikor egy művet szeretnénk hallani, és nem olvasni. Nagyon sok ilyen mű nem jelenik meg. Nagyon sok könyv nem jelenik meg hangos könyvformátumba, és ráadásul, bár Magyarországon nagyon-nagyon sok, olyan fél tucat, amatőr felolvasó is segíti ezeknek a hangos könyveknek az elterjedését, de nem olvassák föl ezt. Mert te éppen más szeretnél, mint amit ők felolvastak. Ilyenkor ez a módszer nagyon megfelelő. Természetesen nem lesz olyan, mint egy Latinovics, Sinkovics, vagy akármilyen modernkori felolvasónak a műve, de használható lesz. Igen, én tudom, hogy ennek a minősége el fog maradni a profi felolvasástól, logikusan, hiszen gépi felolvasás, hangsúlyozás, egyebek nem lesznek olyanok, de úgy gondolom, hogy vannak bizonyos élethelyzetek, amikor ez kényelmes. Nagyon kényelmes, és hozzáteszem, most már nagyon jó minőségben, 5-6 évvel ezelőtt foglalkoztam ezzel a témával, akkor nagyon-nagyon rossz minőségben lehetett felolvastatni. Aki ismeri a Google-nak a robot hangú felolvasását, vagy régebbi eSpeak programokat használ, tudja, hogy ez nagyon rossz. Ez nagyon rossz. És vacak minőség, és élvezhetetlen volt. Most nem azt mondom, hogy Latinovics, Sinkovics és a többiek, hanem azt mondom, hogy elfogadható kényszermegoldásnak, elfogadható megoldást nyújt az a módszer, az a program, amit egyébként már bemutattam, az a program, amivel én ezt el tudom készíteni saját magamnak. Hát ugorjunk is neki. Az első feladat természetesen a program beállítása. A program beállítását két fele osztom. Az első természetesen a program teljes beállítása, ezt mutatom meg másodiknak, illetve a nyelvi modulok beszerzése. Azért veszem ezt a kettőt ketté, mert gyakorlatilag előfordult az elmúlt időben, mivel ez a program fejlődik, új nyelvi modulok, jobb nyelvi modulok kerülnek be. A nyelvi modul felelős azért, hogy felolvassa neked például a szöveget, vagy éppen amikor én beszélek, abból leírt szöveget, azaz TXT fájlt készítsen. Azaz első körben nézzük meg, hogy az összes modul, az összes olyan nyelvi modul, ami nekem kell jelenleg, fel van-e telepítve. Természetesen rámegyünk a nyelvekre, kiválasztjuk a saját nyelvünket, amit szeretnénk például a hangoskönyvet hallgatni, azt a nyelvi modult le kell tölteni. Láthatóan a nyelvi modulokat 3, illetve 4 fele osszák. Én úgy gondolom, hogy mindenki el tudja dönteni, hogy beszédből szöveg, leírt szöveget szeretne készíteni, akkor az ahhoz tartozó összeset töltse már le, ha pedig szövegből, azaz leírt szövegből beszédet, hangos könyvet szeretne készíteni, akkor ottan az összeset töltse le, nyilvánvalóan a fordításokhoz a megfelelő fordító modulokat is le kell tölteni, ha arra van szüksége, de én azt mondom, az egyszerűség kedvéért az összeset letöltjük. Nem kicsik. Azt kell mondanom, hogy akinek gondot jelent 2-3-4 gigabájtnyi hely elveszítése, hogy ezek letöltődjenek és ezeket tárolni tudja, ő neki érdemes szelektálni. Én ezen nem szoktam gondolkodni, hogy most egyik másik jó, nem jó. Jöjjön le az összes. Logikus és egyértelműen látható, hogy nekem elég sok le van töltve, de itt lehet látni, hogy fordító modulból van, ami nincs letöltve, illetve a szótagolás per hu, akármilyen eszköz, az nekem megint nincs letöltve, tehát ezeket a letöltés gombra rákattintva le kell tölteni. Töltsük is le, mert szeretem azt, hogyha minden megvan a gépemen. Amiután készen vagyunk, visszamegyünk a beállítások fülre, becsukom, és a következő beállítás mi? A program beállítása. Alapvetően nem kell a programot beállítani, de igen, be kell állítani a programot, mert előfordulhat az, hogy olyan problémákba ütközöl, amiben beleütköztem én is, azaz a beállítások folyamatos átnézése fontos dolog. Egyszer kell megcsinálni, beállítás, rákattintunk, oké.
A beállítások közül az első négy füllel nem fogunk mi most foglalkozni. Miért? Mert azok általános beállítások, és az a tapasztalatom, nincs olyasmi, amivel nagyon bele kéne nyúlni, de ennek ellenére nézzétek át. Ami igen fontos, ide jövünk, megnézzük azt, hogy mi az, ami nekünk feltűnő. Az első feltűnő dolog, hogy itt van egy piros akármi. Ha valami piros akármit látsz, és ilyen figyelmeztetések vannak, azt mindenképp nézd meg, most nézd meg, mert gyakorlatilag, hogyha te elkezdesz rögzíteni valamit, és nincsenek beállítva ezek a dolgok, az adott esetben nincs telepítve ez a dolog, lehet, hogy lassabban fogja elvégezni. Lassabban fogja elvégezni a konverziót, a szövegből a hanganyagot, azt lassabban készíti el. Nyilvánvalóan, hogyha két soros vagy két oldalas szöveget szeretnél te átkonvertálni, akkor neked nincs nagy teendőd, gyakorlatilag hozzá se kell ehhez nyúlni, de akkor, amikor egy hangos könyvet szeretnél felolvasást, hosszú-hosszú felolvasást, akkor azért oda kell figyelni, hogy ez jól legyen beállítva, illetve ami kell, az telepítsd. Az első, amire érdemes figyelni, sok program nem ismeri föl, hogy neked milyen processzorod van. Az enyém 12 szálon tud dolgozni, nem a legmodernabb, mindenki sejti, hogy ennél van kisebb, és ennél van nagyobb. Ő úgy gondolta, hogy egy processzor szálon szeretne dolgozni. Ez mondjuk abban az esetben, hogy a kisebb szöveget, kisebb diktálást alakítasz át, éppen leírt szövegé, vagy fordítva, egy leírt szöveget, egy rövidebb leírt szöveget szeretnél felolvastatni, nem jelent gondot, de hogyha hosszabb anyagot szeretnél feldolgoztatni, akkor mind a 12 szál, vagy annak valahányad részét légy szíves nekiadni, nyilván a 12-t úgy is, hogy amennyi neked van, ezt a feladatot adom neki, akkor legyen szíves ezt a feladatot ellátni, azaz 12-re fogjuk ezt állítani, a maximális szálak, maximális processzor magok szerint be kell állítani. A következő, amit érdemes mindig megszokni, ami piros vagy felkiáltó jel, vagy sárga felkiáltó jel van mellette, azt azonnal megnézzük, hogy mit ír ki. Hát ő azt írja ki, hogy bizony van olyan dolog, ami nincs neki installálva, és nyilvánvalóan légy szíves ezt az installációt megcsinálni, felrakjuk. Hát ez grafikus felületen ilyen egyéb dolgokat felrakni nem a legkényelmesebb, ezért természetesen én terminálba fogok dolgozni. Én előkészítettem a dolgot, előkészítettem a parancsot, amit be kell írni, nem másolható, tehát nem tudod ebből kimásolni, ebből az ablakocskából ezt a hosszú dolgot. Értelemszerűen a Flatpak install, és megadjuk, hogy mi az, amit mi szeretnénk installálni. Leenterezzük, elkezd dolgozni, megkérdezi, hogy a FlatHubról, vagy a FlatHub beta verziójú dolgok közül szeretnéd ezt telepíteni. Ha nem szeretnéd telepíteni, nullát légy szíves nyomni. Én úgy gondolom, hogy ez egy stabil rendszer, tehát a saját gépemen veszem föl ezt, és nem szeretném azt, hogy ide valami beta verziójú dolog felkerüljön, akkor az egyest választom, egyes és enter. Igen, kírja, hogy igen, és kírja, hogy ez a 2,2 gigánál egy picit kisebb. Értitek? Nem mega, giga. Tehát itt azért, amit mondtam, a letöltésnél, a nyelvi modulok beszerzésénél és az egyéb eszközöknél fel lehet készülni, hogy nem egy-két megányi anyag jön le, hanem jó néhány gigabájtnyi anyag. Nem jelent gondot a mai világba, de felhívom a figyelmet, hogy azért ez nem kicsike kis programocska. Miután a gép elvégezte a feladatát, nekiállhatunk a hangos könyvünket elkészíteni. Első feladat természetesen az, hogy bemásoljuk a szöveget, a szöveg jó legyen. Azaz én úgy gondolom, hogy nézzük át esetlegesen, ha olyan a szöveg, hogy lábjegyzetek, beszúrások, egyebek ne legyenek benne. Azaz értelmezhető, jól felolvasható legyen. A gép nem fogja tudni azt, hogyha például a fejezeteknél nem az van odaírva, hogy első fejezet, hanem csak egy egyes, azt fel fogja olvasni neked. Erre, hogyha nincs szükséged, hogy 1, 2, 3, így jöjjenek a fejezetcímek, akkor vagy javítsd át úgy, hogy első fejezet, és fel fogja olvasni, vagy pedig természetesen töröld ki az ilyen felesleges szövegeket. Én az egri csillagok első pár mondatát fogom felolvastatni. Felolvastatni, nem rögzíteni. Miért? Mert gyakorlatilag első körben hallás után, azaz hallással fogjuk kiszűrni azt,
hogy nekünk megfelel, vagy nem ez a felolvasás. Én azért mondom, hogy megfelel, vagy nem, mert többféle olyan beállítás van, ami változtathat a hangminőségen, azon, hogy hogyan érezd azt a hangot. Azaz, a beszédsémák közül azt választod, ami neked tetszik természetesen, de hogyan lehet megtudni azt, hogy melyik tetszik neked, úgyhogy meghallgatod. Első gondolat az, hogy én itt kiválasztottam egyet, egy Berta elnevezésű médium, női hangot szeretnék bemutatni, és elindítjuk. A patakban két gyermek fürdik, egy fiú meg egy lány. Nem illik tán, hogy együtt fürödnek, de ők ezt nem tudják. A fiú alig 7 esztendős, a lány 2 évvel fiatalabb. Az erdőben jártak, patakra találtak. A nap tüzesen sütött. A víz tetszett nekik. Szerintem ez elég korrekt, egyébként én ezek közül szoktam válogatni, nekem az utolsók, tehát ez a Piper Berta, Piper Imre, Piper Anna, ami nekem a legjobban megfelel. Én úgy gondolom, hogy általános felolvasásra, egy regény egyéb felolvasására nagyon jó választás ez a 3 darab. Szeretnék mutatni még egyet, nem fogunk végigmenni az összesen, teljesen fölösleges ugyanazt meghallgatni 5-10-szer, hiszen úgyis végighallgatod a te igényeinek megfelelően, a te szövegednek megfelelően ki tudod választani, mi kell. Én ezen a felolvasáson szoktam bemutatni azt, hogy bizony van, amikor érdemes egy picit belenyúlni. Azt mondom, hogy picit tudsz belenyúlni, mert maximum a sebességet tudod változtatni, ez nem egy professzionális audiobook készítő, felolvasó egyéb dolog, hanem egész jó, de azért itt azért beállítási lehetőségek között jó lenne, hogyha tudnánk mi még egy kicsit változtatni. Na, hallgassuk is meg ezt. A patakban két gyermek fürdik, egy fiú, meg egy lány. Nem illik tán, hogy együtt fürödnek, de ők ezt nem tudják. A fiú alig 7 esztendős, a lány 2 évvel fiatalabb. Az erdőben jártak, patakra találtak. A nap tüzesen sütött. A víz tetszett nekik. Úgy érzem, legalábbis én, hogy ez egy picit gyors. Egy nagyon picit gyors ez a felolvasás, logikusan lassítani lehet. Kétféleképp tudunk lassítani. Az egyik az, hogy ebbe a programba lassítunk, ami eléggé szűk kereteket ad, azaz tizedes lépcsőkkel tudsz lépni, a 1-es normál sebesség, 0,9-es, illetve az 1,1-1,2 lépcsőket tudod megtenni. Hát bizony jó lenne, hogyha legalább itt 0,95, 0,9, 0,85 ilyen lépcsőket adtak volna, de jelen pillanatban ezzel kell megelégednünk. Én úgy gondolom, hogy egy lassítással ez a felolvasás jobb lesz. Azaz megint hallgassuk meg. A patakban két gyermek fürdik, egy fiú, meg egy lány. Nem illik tán, hogy együtt fürödnek, de ők ezt nem tudják. A fiú alig 7 esztendős, a lány 2 évvel fiatalabb. Az erdőben jártak, patakra találtak. A nap tüzesen sütött. A víz tetszett nekik. Igen, véleményem szerint ez valamivel jobb. Hogyha nem tudod ez a 0,9-1,1 ilyen tizedes lépcsőkkel beállítani azt, ami neked kényelmes, vagy legalábbis jobb, szebb és megfelelőbb, akkor nyilvánvalóan egy audiovágó programba skálázásra jobb lehetőségeket ad a dolog. Ez a program ennyit tud, véleményem szerint szuper, felolvassa és csinálunk belőle egy könyvet. Látássérült emberek, vagy éppen munka közben, vezetés közben, egyéb közben meg tudod hallgatni, tehát nem szemeddel, hanem a füleddel élvezed a művet, azaz nagyon kényelmes dolog lesz. Oké, ennyit tud. Jó, elkészítettük azt a beállítást, amit mi szeretnénk, és én visszamegyek az én általam jónak tartottra. Imrével olvastatom fel, hiszen azért mégis egy férfi hangon ez a mű véleményem szerint jobb. Nyilvánvalóan mindenki arra állítja, amire akarja. Oké, beállítja az ember, megnézi, és én azt szoktam mondani, hogy még egyszer hallgasson bele. Belehallgatás. Ahogy észrevettétek, én egy viszonylag hosszúnak tűnő, de valójában rövid szöveget olvastattam fel. Én úgy gondolom, hogy egy regényt, hogyha egy regényt olvastatsz fel, ami több száz oldalas, arra való döntés, hogy milyen legyen, hogyan legyen a beállítás, nem elégséges az, hogy 3 mondatot felolvastatsz. Legalább egy 2-3-4 perces szöveg legyen, és hogyha van időd, illetve nem csak egyszeri meghallgatásra szeretnéd elkészítetni,
akkor érdemes itt-ott belehallgatni, felolvastatni a művet, mert a beállítás nagyon fontos. Utólag ezen változtatni nem fogsz tudni egyszerűen. Miért? Mert bármilyen változtatást audiovágó, tehát hangvágó, hangszerkesztő programmal tudnál csak megtenni, aminek a kikonvertálása, illetve a megfelelő beállítások, amivel te ott tudsz manipulálni, ha csak nem vagy hangmérnök, azoknak a megtalálása hosszadalmasabb idő. Tehát itt azért válasszuk ki azt a hangot, amit tetszik nekünk, a sebesség, amit tetszik nekünk. Oké, tehát érdemes hosszabban egy picit odafigyelni, hogy megfelelő hang legyen. Természetesen utána bele fogunk nyúlni, illetve bele tudunk nyúlni. Én egy-két gondolatot megosztok veletek, gyakorlatilag nem nagy dolog, aki az Audio City-t ismeri, nem lesz újdonság, de azért rá szeretnék mutatni egy-két pontra. Miért? Mert előfordulhat az, hogy ez a program jót készít, de azért azon lehet finomítani. Oké, felolvastattuk, elhangzott a hangszóróba, de nekünk nem ez a cél, hanem mi a célunk? Természetesen az, hogy mi ezeket a dolgokat értelemszerűen, gyorsan és hatékonyan áttegyük audiofájba, méghozzá MP3-as audiofájba. A konverziót a file menü export audiofájba legyen szíves felkiáltású menüpontból tudjuk kiválasztani. Mire érdemes figyelni? Add meg a nevet, add meg az elérési utat. Azt hiszem logikus, egyértelmű, hogy oda rakosgatod, ahova szeretnéd. Én a zenék könyvtárba szeretném berakni. Az audio formátum a te kedvenc audio formátumod legyen, és én úgy gondolom, hogy akár az Opus, akár a Vorbis, akár az MP3-as megfelelő legyen. A Commerce, tehát az, amit megszoktak, nem lenézve pejoratív értelemben a Commerce, hanem amit megszoktak, az az MP3-as. Ha nincs egyéb igényed, nem akarsz ebben nagyon belenyúlni, nem akarsz te nagyon vágyfülűnek tűnni, az MP3-as alapbeállításnak teljesen megfelel. Az, hogy te mennyire tömöríted, tömörítés. A hangot tömöríteni fogjuk, azaz minél jobban tömörítjük, annál több minden elveszik. Gépi felolvasásnál teljesen jó. Véleményem szerint teljesen jó a közepes beállítás, nem kell magas beállítást csinálni. Gépi felolvasás, úgyis mindenki tudja, hogy ez nem professzionális hangoskönyv, nem olyasmi, ami számunkra, hát hogy is mondjam, egy művészeti értéket fog képviselni, hanem igazából egy kényszer megoldás látássérülteknek, látásbeli gond miatt, őnekik ez természetesen nagyon jó dolog, hiszen megtudják, hogy mi van abban a könyve, el tudják időzőjelbe olvasni, átélik azt az élményt, ami éppen avval, hogy más nem olvassa föl, se amatőr, se professzionális felolvasásban nem érhető el, akkor természetesen az jó lesz. Oké, lehet magasabb minőségben nagyobb lesz a fájméret, lehetne lejjebb venni, nem szeretném lejjebb venni, a közepes teljesen megfelel, ennyi. A következő feladat a metaadatok kitöltése. Én mindenkit arra biztatok, hogy a metaadatokat töltse ki. Miért? Mert akár a fájnévben, akár pedig a metaadatokban megadott adatok megmaradnak. Későbbiekben tudod, hogy ez az MP3-as miről szólt. Tudod azt, hogy ki írta, mi a műnek a címe, hogyha véletlenül a file nevet elkavarod, előszokott velem fordulni, hogy átírok valamit, utólag megbánom, akkor is a metaadatok között ott legyen azok az adatoknak a összessége, amire neked szükséged van. Oké, ennyi beszéd után indítsuk el az exportot. És el is készült. Villámgyorsan elkészül a feladat, villámgyorsan, és de az, hogy pár sor. De természetesen, hogyha az egész művet fel szeretnéd olvastatni, azért hosszabban is el fog ezt tartani. Figyelj arra, hogy menet közben ne kapcsold ki a gépedet, ne kapcsold ki a programot. Nézzük is meg, milyen hibák fordulhatnak elő. Nem fogok nagyon belemélyedni, csak rámutatok, hogy mire érdemes figyelni. Gyakorlatilag 2-3 olyan javítási lehetőség van, amire érdemes figyelni. Az egyik javítási lehetőség, bár ez szerintem inkább felvételkor, illetve hát konverziókor, hiszen szövegből
írott szövegből hangot fogunk előállítani, illetve már elő is állítottuk. Ott érdemes megtenni, hogy ne legyen 3, 4, 5, 6, 8, 10 órás anyag. Azt gyakorlatilag hallgatni kellemetlen, hiszen nyilván 8 órát, 10 órát egyben nem hallgatja az ember, és vannak olyan programok, amik nem jegyzik meg, hogy hol hagytuk abba a hallgatást. Tehát az első az, hogyha véletlenül egy 8 órás, 10 órás anyagot kaptunk, akkor azt fel kellene darabolni szakaszokra. Én úgy gondolom, hogy inkább fejezetenként szeretném felvenni. Oké, ez egy ilyen technikai dolog, ez az én véleményem, van, aki a hosszabbat szereti, én azt szeretem, hogyha fejezetenként megírva, tehát beírva az idétégeket, rendezve ezeket az anyagokat kényelmesebben tudom hallgatni. Oké, ez egy kis kitérő volt, de fontos dolog, de fel lehet darabolni az Audio City-vel. Én azt használom, azt kedveltem ilyen témába. A másik, amit itt lehet látni, nagyon sok olyan formáció van, tehát olyan átalakító metódus, ami a pontoknál elég hosszú szakaszt, üres szakaszt, azaz csendet illeszt be. Ez hallgatáskor kellemetlen. Olyan szakaszos, szaggatott lesz az egész. Én úgy gondolom, hogy a legegyszerűbb az, hogyha ezeket a csendeket csonkoljuk. A csend csonkolása nem egy nagy dolog, de odafigyeljünk arra, hogy a csendet nem eltüntetni kell teljesen, hanem csonkolni. Azaz az se jó, amikor a utolsó hang, ami abban a mondatban van, összefolyik, vagy érintkezik, vizuálisan inkább úgy mondom, hogy érintkezik a következő mondat első hangjával. Tehát ott egy üres helynek, egy csendnek kell lenni természetes, hiszen beszéd közben is, ha pontot teszünk, ott azért egy picit, nagyon picit elhallgat az ember. Oké, hogyan lehet ezt megcsinálni? Természetesen a hatásoknál lesz, a speciálishoz rakták be, persze természetesen ez verziónként eltérhet, programunként eltérhet, tehát össze-vissza rakosgatják ezeket az effekteket, csend csonkítása, ennyi. Rákattintunk, és a csendet csonkítani szeretnénk. Már volt szó, vagy legalábbis én úgy emlékszem, már volt szó a csend csonkításáról, tehát a csendeknek a kivágásával, kapcsolatos dolgokkal. Én úgy gondolom, hogy az alapbeállítások jók. Itt gyakorlatilag nem kell semmihez hozzányúlni, tehát az, hogy mi a csend, mi a csendnek a küszöbértéke, az a mínusz 20 bőven meg fog felelni, hiszen az már egy olyan hang nélküliség, nagyon-nagyon halk dolog, hogy még egy élő beszéd alatt is, ha ilyen hosszú csend van, ez nagyjából a háttérzajnak felel meg, tehát lecsonkolják. Itt azért nem kell hozzányúlni, mert itt a csend, ahogy lehet látni ebbe a szakaszba, például valóban nulla hang, tehát nincs hang, teljesen csend. Ebben nem kell törődni, az időtartam fél másodperc. Ez alá be lehet menni, de zavaró is lehet. A csend felismerése ennél hosszabb. Azt mondja, hogy fél másodpercnél hosszabb, ennél halkabb, tehát mínusz 20 decibelnél halkabb darab, az lesz a csend, avval fogunk dolgozni. Ez alapbeállításnak véleményem szerint megfelel. Felismert csend csonkítása, a csonkítás eddig, tehát fél másodpercig azt fogja csinálni, és szerintem ez egy nagyon jó metódus, azt fogja csinálni, hogy ami fél másodpercnél hosszabb csend, azt lecsökkenti fél másodpercre. Annál rövidebb csendhez hozzá nem nyúl, lehet, hogy esetlegesen valami hosszabb szakasz van, azt leredukálja fél másodpercre. Ki kell tapasztalni, hogy neked mi jó? Én úgy gondolom, hogy mindenki a fülre, tehát belehallgatással. Az a jó dolgunk, hogy mi digitális anyagokkal dolgozunk, tehát nem hangszallaggal, így hogyha valamit lementünk, tehát nyilván és logikus és véleményem szerint egyértelmű, ha valamihez hozzányúlsz durván, teszem azt a csendet csonkolod, hozzányúlsz durván, abból egy másolatot csinálsz mielőtt hozzányúlnál, és hogyha valamit nagyon-nagyon eltoltál, akkor természetesen a mentett állománnyal újra tudsz kísérletezni az előbbiekben megszerzett tapasztalat szerint. Oké, a másik dolog az, hogy a csendet úgy is tudjuk szakaszolni, lecsökkenteni, csonkolni, hogy azt mondjuk, hogy mindegyiknek legyen fele 50%, itt a másik lehetőség az 50%-os beállításnál.
Tehát az a másik lehetőség, hogy százalékba csökkentjük, ez nem feltétlenül a legjobb, de én úgy gondolom, hogy mindenki ki tudja kísérletezni, ami számára, ismétlem számára megfelelő. Eléggé gépi felolvasás ez a gépi felolvasás, gondolom nem mondtam újdonságot, azaz itt a szakaszok, tehát a csendek, a szakaszoló csendek, azok jellemzően nagyjából jó közelítéssel egyformák, hiszen a gép a program fogja ezt berakosgatni oda a pontok után, így nem olyan, mint amikor egy élő beszédet éppen egy hosszabb, rövidebb csendek szakítanak meg. Én azt mondom, hogy ez jó, és alkalmazásra bökünk, és akkor el fog tűnni, és leredukálja még a hosszat is, és ezt lehet hallgatni. Én azt gondolom, hogy itt valóban azt érdemes tenni, amit én itt bemutattam, hogy fogsz egy rövidebb teszt szöveget, felolvastatod, kiválasztod, ami neked tetszik, kiválasztod azt a hang típust, ami neked tetszik, és utána egy picit egy röviddel, egy pár másodperces, egy pár mondatos szöveggel játszadozol, belehallgatsz, utána hallgatsz, meghallgatod, és esetlegesen megint csinálsz egy mintát, mert egy mintavételezés nem mintavételezés, csinálsz egy másik szakaszról audioanyagot, és utána ugyanazokat megcsinálod. Nyilván azért szereti az ember az Audacity-t, mert ott makrozni is lehet, tehát meg lehet írni azokat a makrokat, fel lehet venni azokat a makrokat, be lehet állítani, hogy valóban automatikusan ezeket a dolgokat elvégezze. Azaz a csendet levágtuk. Én mindig a csend levágással szoktam kezdeni. Miért? Mert gyakorlatilag az számomra egy olyan dolog, hogy ha sok csend van valamiben, sok olyan anyaggal dolgoztam az utóbbi időben, sok a csend, hogyha azt leredukáljuk, akkor maga az anyag hossza is rövidebb lesz, azaz a többi feldolgozás relatíve gyorsabb lesz. Oké, a csendről ennyit. Szerintem túl is beszéltem. Gyakorlatilag lényeg, ki kell próbálni, mi az, ami neked bejön, mi, ami a te hallásodnak megfelelő. A másik, amire érdemes figyelni, hogy ez gépi felolvasás, arról beszéltünk. Gépi felolvasásról beszéltünk. Nyilván ennek a hangszíne egy beállított hangszín. Azaz a mély, a magas hangok olyan arányban vannak, olyan ütemben vannak, ahogy a gépi felolvasás adja. Nem feltétlenül ez az, ami nekem a legjobban tetszik. Én azt csináltam, rövidke kis anyagnál az összes lehetőséget kipróbáltam. Én kiválasztottam azt a 2-3 olyan felolvasó, 3 egyébként pontosan, metódust, ami nekem tetszik, és utána azzal kezdtem el variálni, hogy egy kicsit emberibb, egy kicsit normálisabb legyen. Mit tudunk változtatni? A változtatásnak 2 olyan dolga van, ami teljesen, szó szerint vegyétek, teljesen olyan, hogy a te fülednek, a te ízlésednek megfelelő legyen. Gondolom mindenki sejt, hogyha már ízlésről beszélünk, az equalizerről fogunk beszélgetni egy kicsit. Itt van egy hatás, igaz? Hatás és EQ, illetve szűrők, grafikus EQ. Kiválaszthatod itt, van egy csomó előbeállítás, programonként eltérő mennyiségű előbeállítás, amelyek közül te ki tudod a gyári beállítások közül azokat szedegetni, ami neked megfelel. Ha nem találsz megfelelőt, akkor nézegetsz különböző lejátszó programokba, amiben van equalizer, és ottani beállításokat lemásolgatod, a csúszkákat beállogatod. Én általában, ez a beállítás egyébként a videó felvétel, illetve pontosan a videó alaphangjának a megváltoztatására beállított dolog, hogy egy kicsit a mélyebb hangok kiemelkedjenek, erőteljesebbek legyenek, a magas hangok megmaradjanak, azaz gyakorlatilag kipróbálod, utána alkalmaz. Meghallgatod, tetszik, igen, tetszik, úgy marad. A beállításokat elmented, az a legbiztosabb egyébként, hogyha elmented, és utána ugyanazt használod. Oké, tehát az equalizerrel lehet játszadozni. Az, hogy mennyi gyári beállítás van egy programba, az természetesen a programtól függ, de hát látható a csúszkák, tologathatóak. Oké, egy alkalmazra nyomunk, és utána egy kicsit változik a grafikonnak, a hullámformának a képe. Ami nagyon fontos, általában, és ez az én tapasztalatom, tehát ehhez nem kell hozzányúlni, de ha nem úgy van, ahogy mondom, akkor hozzá érdemes nyúlni. Ahogy lehet látni, itt gyakorlatilag azt látjuk a hullámformán, hogy a középvonaltól a tetejéig, a fehér szakaszba úgy nagyjából jól oszlanak el. Igen, de előfordulhat olyan, hogy halk, nagyon halk a te felvételed,
Igazából ez a programtól függ, mert ahogy lehetett látni, nem lehetett itt beállítani a hangerőt, csak egy hangerő volt, amivel ő dolgozott. Itt egy normális hangerőt kapunk, de hogyha ezek a hullámformák nagyon alacsonyak, akkor egy erősítést érdemes rátenni. Mindenképp érdemes felerősíteni normál szintre. Normál szintre az összes felvett anyagodat, és egyforma normál szintre, akkor nem kell állogatni a lejátszó programban hangerőt. Oké, általában, mivel nekem egyetlen egy programmal van tapasztalatom, ezt jelenti az általában, láthatóan normális hangerejű a dolog, és illetve hallottátok is, hogy elég masszív, jó hangerejű a dolog. Azt is látjuk, hogy vannak olyan tüskék, amik kifutnak a fehér széléig, jellemzően a fehér legmagasabb részére. Ez egyéni ízlés szerint vagy zavaró, vagy nem. Tehát vannak olyan pontok, amik esetlegesen belefutnak lejátszáskor abba a szakaszba, amit már a hangszórod nagyon nem fog tudni jól visszaadni, túl erőteljes. Ennek a kivédésére én azt szoktam csinálni, hogy van egy limiter. A limiter azt csinálja, hogyha valami erősebb, mint a megadott szint, az szépen ledarálja, mint egy fűnyíró. Ami fű magas, azt ledarálja. Nyilvánvalóan ez nem olyan, mint egy fűnyírás, hogy csonkra levágom a füvet, aztán vége ki fog pusztulni, kiég, hanem egy picit a tetejéből ki levágunk. Mennyi az a pici? 1 vagy 2 decibel? 1 vagy 2 decibel, hogyha nem akarsz hozzányúlni későbbiekbe, tehát az, hogy levágod a nagyon erős hangokat, nagyon, nagyon masszív hangokat, és utána visszaerősíteni egy szintre, akkor az 1-2 decibel levágása, 1-2 decibeles limiter, az neked bőven megfelel, nem vezérled túl a hangszórót, nem lesz esetleg ilyen kényelmetlen érzésed, fél perc alatt, 1 perc alatt, 5 perc alatt, 10 perc alatt, hossztól függően leszokott futni, azaz hatás. Megmutatom, hogyan működik, illetve megmutatom azt, hogy miről beszélek. Itt van egy korlátozó limiter. Hát lefordítottak mindent, ami fölösleges. Én úgy gondolom, hogy 1 vagy 2 decibel mínusz. Tehát a leghangosabb, ami a leghangosabb, abból levesz 1 vagy 2 decibelt. Hogy most 1,6, 1,8, azt úgyse veszi észre az ember, de én úgy gondolom, hogy a határszéltől legyen legalább 1 deci. 1 decibel, és akkor nem vezérled túl a dolgukat. Oké, ezt ennyi, meg lehet csinálni. Az, hogy puha korlát, kemény vágást alkalmazol, teljesen mindegy. Ezek inkább olyan szakmai dolgok. Utána lehet nézni, hogy melyik a jobb, melyik tetszik sok emberek. Én úgy gondolom, gépi felolvasásnál az a lényeg, ne legyen ilyen kiugró hullámcsúcs, egy speak, egy erőteljes kiugrás, és utána már igazából teljesen mindegy, mert csodát nem fogunk vele tenni, ez csak egy kényelmi dolog. Alkalmazás után látható, hogy a felső peremnél nincs már a peremhez érkeztetett hangerő, ez szerintem megfelelő, és utána lementjük. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok. Azt kell mondanom, hogy egy picit hosszabbra sikeredett, mert menet közben jutott eszembe, hogy egy picit az Audio City-t is előcibáljuk, de én úgy gondolom, hogy ha valaki egy kicsit szeretné hangos könyvet csinálni magának, vagy szöveget átalakítani hanggá, ezek a gondolatok fontosak, érdemes belefektetni 5-10-15-20 percet, hogy annak a hanghatása jó legyen. Egyszer kell nagyjából kikísérletezni, kitapogatni, hogy hogyan jó neked, mi tetszik neked, és utána már annyi hangos könyvet csinálsz, természetesen a legális dolgaidból, amennyit szeretnél, és utána kényelmesen tudod hallgatni. Köszi szépen, sziasztok!